És már onnan is vagyunk. Hello! Na. Egy fontos dolog, gyorsan elfelejtettem. Mit? Hát igen, nagyon régóta nem tudott Legends lenni, vagy két hete, ugye? Sajnos közben jött ugye az internet, hibe pont vele kezdődött súlyosan. Hát, mit csinál? Ez a valós. Balázs, vedd vissza, próbáltuk. De ez így, ha így ránéznek, így lenne. Ödék ilyen. Mit a One Piece, Balázs, ne! Ere. De mi? Hát azért, mert valami baj van. A doktor úr, nézze már meg, nincs semmi nekem a szememben. Nincs, teljesen rendben van. Most? Szerintem vágy vissza. Örnyű. Nem így szoktunk lenni, teljesen pedig ez az igazi? Aha. Ezt látják ők? Nem, ezt kéne látniuk. Jobb a másik. Hogy is kössze a szemei? Ja igen, egyébként, hát nem tudom, hogy mi lesz. Minden esetre kíváncsian várjuk a játékot. Max, ha nem tudunk rajta játszani, akkor megnézzük milyenek a mik is, azok a átvezetők, meg ilyesmik. Igen, ha bár sem tudunk tenni. Vagy Max összedonételitek a játékot. Ha jól tudom, ez ugye, ha mondjuk annak lenne, nem lenne rossz, ha megnézzük, hanem valaki megnézi az animációkat mondjuk a Twitch-en. A játéknak számít az is. Jogdíj vagy ilyesmi nem lehet belőle, hogy mondjuk nem lehet. Ha mondod, hogy megnézel, de... Ha, egy ilyen játéknak meg úgyis az animációk a lényegei. Ricsi, másik oldalt! Aki nem VS-ezik. Ez is jó. Ja, meg ott van a Jack Sparrow is, igen, csak hát nem tudom, hogy milyen vas kell hozzá, így mondva, mert már elég látványos játék, de kb. Egy olyan, mint egy Storm 4. Bár ugye animációkban elég. Így valami jó szöveg? Hogy félre áll a szemem, na? Bang, 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 cigim a home. Kagarotnak se volt valami erős gépigénye? Az úgy, hát. Smiley, az kész. És Smiley, tejé. Hát biztos, hogy veszélyes, enter. Jó. Hát nem tudom, hogy lesz-e PvP, egyébként kiírtuk, hogy lesz az is. Meg ugye előbb a nyitás. Hát addig ugye nyugodtan küldjétek a barátjelöléseket. Szerintem a Balázs már törölt. Még nem töröltem. Még nem? Oh, okay. Neki se volt? Mondjuk ez jó dolog. Mert ugye látszik, hogy ez a játék még az előző generációra van tervezve, vagyis Xbox One-ra és PS4-re. Így csak ugye felbontás különbséget lehet észrevenni, aki mondjuk 4K-zik, vagy ilyesmi. A játék stabilan, rendesen összehasonlítgatásokban is ugyanolyan lesz mindegyik konzolon. És ez olyan játék, ami pont ilyen stabilnak tűnik nagyon. Stabil. Igen. A Naruto is az. Bugokra meg ilyesmire biztos nem kell számolni. Ha lesz is olyan szintű, nem? Lehetetlen. Hello. Annyiból áll az egész, hogy vezeted a karaktert, ugye annyi, az biztos van, a maga a verekedés a lényeg. Hát ugye 20-valahány karakter van, arra biztos tudtak ügyelni, hogy jó legyen. Hát meg a sztoria lesz a lényeg egyébként. Hamarabb nem lesz annyira jó. 15-20 órát tudni adnak. Hát valószínűleg igen. Mivel benne van a mozi is. Azt is berakta? Aha. Az lesz a vége a játéknak. Utána meg megkapjuk majd a DLC-be a második évadnak az elejét, tudod? Megint adnak 3 DLC történetet, mint a Kagarotnál. És utána megint bejelenti a CC2, hogy Bleach játékot fejlesztünk most. Ne. Na, közben mi át, akkor átmegyünk a játékra. Hello, egyébként. Hello. Hangot kell. Jó, minden. Még a megalitom a hangunkat. Egyébként majd a második évad is nem sokára jön. Csak imetul a jajbát, amelyik tetszik. Én nézem. Mi biztos nézni fogjuk, de tudjátok mi. Elmondhatjuk róla, láttuk. Igen. Muszáj. Ha nem látnák, akkor nem tudjuk, hogy miről van szó.
A játék viszont azért érdekel, mert tényleg látványos és jó. Meg ugye a Naruto-s játékok készítői csinálták, akik mindig ilyen jó verekedős, meg anime sztori játékokat tudnak csinálni. Na, hát akkor elsőnek majd nyitunk, és utána játszunk. Végső előzetest kapott már a játék? Még nem. Mindig az a legjobb. De ilyen már láttam tekercs térképeket, meg ezeket már az volt. Ja nem, az a második évad animéhez volt, aha. A játék még nem kapott nagyot. Még kell egy ilyen 5-7 perces előzetest. Hát akkor van ki, nincsen valami. Na, nem tudom, hogy milyen lesz. Hát mi kiparmoljuk, ami lehet. Nagyon régóta nem tudtunk jót nyitni, 4000 körül van a kristályunk. Ó, szel lesz a következő? Hát az jó. Na, mi történt egyébként, Martin? Megvetted akkor a FIFA-t, amiről beszéltél, vagy kicsit még csúsztatod? Biztos, hogy eredeti. Hát remélem, ugye. Két verzió van a figurában, van egy másik, ami hasonló. Nyitott kézzel. Ott volt a Bandai meg a Spirits logó, srácok, eredeti volt. Nem á. Most, hogy mondod, az a baj, nem néztünk utána. Nincs bot, nincs hamisítvány belőle. Mert ugye hamisítvány nincs belőle, de remélem, hogy igaz. De mi is említettük egyébként, majd lesz belőle valami más is. Biztos, hogy eredeti, Tobi. De az Ichiban Kuchi, mert több verzió van, kettőfajta van, mert az rá, egyik úgy. Broly ugye az kinyitja a tenyerét. Uh-huh. Az a kettő figura majdnem egy egyébként. Csak ugye annak az a különbség, hogy nekünk körbeszorított van mind két karján. Uh-huh. Az egyik pedig kinyitja. És kisebb egy centivel. De remélem, hogy eredeti. Eredeti, biztos. Jó, másod ki a címet, vagy a figurodat a bézből, és úgy keres rá. YouTube-on, és akkor láthatsz videókat róla, más is. Duel ja. Links, a mobilos? Hát nagyon régóta nem játszottunk vele, jó lenne. Hát lehet valamikor lesz. Na hát akkor nézzük meg közben egyébként a nyitásunkat, hol is van? Come on. 4000 valamennyi kristályunk van, az 4 nyitás, ugye? Uh-huh. Nézzük meg előbb a tiketeket? Yes. Van egy ilyen. Az ugye majd még egyet át kell venned. Ugye garantáltan kapunk, egyébként jó minden, valaki írja már le. Közben küldjetek jelöléseket, aki akar velünk játszani. Ha akar valaki játszani. Nyitás után PvP-zünk. Nyitás után PvP-zünk. Ugye mi gondolom, hogy megismételjen. De nem tudom, hogy egyébként a Yu-Gi-Oh mennyire maradt meg nálunk. Hát úgy szétesett, mint a két év elég ma. Nagyon szétvert csereg egyébként a Yu-Gi-Oh, de mi pozitívak lennénk egyébként. Köszönjük a követést Nandinak. Köszönjük a követést, Nandi. Légy köztünk. Gyertek át! Csak nem a TikTokról van. Gyertek át! Ez jó volt ez a Trunks, vagy? Megvan, de itt nem az a lényeg. Nézd meg, van még a menüben a ajándékok közt újra állt venned, mert ugye... Olyan, jó. Hát ez ennyi? Ennyi? Mert is a nagy? Na most nézem, mi van még itt. Tiketek közül sajnos semmi. Tobi, küldd már, linkeld már be a izébe, vagy privát szünetbe, küldd már azt a videót. Ja, nagyon jó, köszönjük egyébként, bro. Tobi, nyugodtan küldet, mert akkor mi is aggódunk, egyből hívom a boltot, hogy hé, hamis figurát adta el nekünk. Vissza, nem lehet hamis, jó néz. Ez nem számít, hé? Hát nézd a képeket, srácok, ez nem lehet hamis. Ó, nagyon rossz lenne, pont mi. Nem lehet hamis! Belebusznánk egy ilyenbe. Ti, nem lehet hamis, mondom! Dani Juniors lenne. Azok ott van a Bandai hivatalos Pris oldaláról hát, tettem nem, le a képet. Hogy hiány, akkor cikkel. Mehet 300 az első kör. Uh-huh. Kicsi, hagyjál tegyük. Nagyon aggódok most. Remélem, hogy nem. Ki is nyitottuk. Én megyek! Felhő volt és semmi! Mit jelent ez? Semmit. Eki nem hallom titeket. 300-ból lehet nagy? Ha. Zengyakudeikkarane!
Már kezdtem örülni. Mondjuk egyébként az egyik képen volt egy kicsi ilyen, de az csak ilyen színezés hiba, egy kicsi elhanyagolható. Remélem, hogy nem olyan. Biztos, hallgass már, és is volt az a téma. Nem az! Átkurtak minket. Giku, maguk átvertek bennünket. Nem, nevezd már meg boltot. Dehogy nem, hát már akkor mindenképpen átvertek. Ja, igen, megvette? Megvette. És melyiket? Volt egy nagyobb kiadása is, amiben olyan extra pontok vannak, hogy a Ultimate Team-be jó legyen. Na és mennyivel jobb? Ugye most a saját tapasztalatból tudod mondani. Is it a hypermotion? Hát nem hiszem, hogy azért vagy tiltó listán, mert lehet, hogy a kommentet zavarja mondjuk a mit is, a botot, vagy ilyesmi. Hát a szöveg! Ó, vadósz! Az jó! Az így a szöveg ellenézés, hát lehet, hogy valami csúnya szó van benne, vagy fos, vagy valami idegesítenem magam. Na és milyen eddig a játék? Mondjuk pont össze tudod hasonlítani a PES után. Hypermotion vagyok ki, hogy érzed-e? Érzed? Voltál már United-dal? Meg a Párizs-zal? Ronaldo és Messi mennyire jó? Mi egyébként holnap vetjük. Hát mi gondolkodtunk rajta mi is, de mi inkább nem. Közben hello Dezső! Hello! Még kitartunk a PES-nél. Mi megvárjuk, kivárjuk. Ha aztán, ha decemberben lesz egy Happy Christmas, akkor... Hello, hello. Ákos Kovács! Ha akarunk játszani, küldj egy jelölést. Igen, aki akarunk játszani, az küldjön egy jelölést. Játszunk bárkivel, de azért nem mindenkivel. Vagy az már jó. Igen. Közben én simogatom Ricsit. Te meg is vagy, nem? Vége is. Nem, az ízét kéne kinyitni. Egyébként észrevettétek, hogy a Vodos csatorna mivel visszaesésem van. Innen látszik, hogy a live-ok nem sokat embert érdekelt. Nagyon szomorú. Kétszerű. Jó, Vodos! Jó, erős lesz. Az a sok legendes. Nagyon jó támogató karakter, akkor jó. De nekünk végre egy kemény vegita kellene. Egyébként a hírózós videónk, ha minden igaz, holnap megy ki. Én is megmondtam egyébként, hogy hoppá, hol van a hírózós videó? Késtünk vele, de ugye reméljük, hogy jól sikerült. Mert már ugye a felvétel megtörtént. Összevágás is, már csak a háttér, a borítókép. Lerendelés. Ugye. Igen. Jó. A Tarjani Tesco-ba, Dezső. Ó, oh, de régen... Ne csábújjál a kicsitéktől! Ne, hogy is én akkor voltam még a Tesco-ban, amikor tudtam, kimondom, menni. Amikor tudtam még menni, és kicsi, hány éves voltam? Azért voltam ma, ilyen tizenvalamennyi. 13. Még 12 és 13 körül. Ó, de kék vonal közben. Én meg arra emlékszem, amikor még a Harry Potter 5 környékén a DVD-k ki voltak téve. Hú, de jó. Talán egy Tesco, van érdekel. Mindig a sült csirkék csábítanak el Dezsőt. Hát tudom, még mindig olyan. A kék az mit jelent, Dezső? Közben csókolom a családodat, Dezső. Innen is. Oh, traps. És mennyivel jobb, így kimondva, a FIFA? Igen. Garantált SP. Jó lenne, ha maradnak pistájunk, hogy mondjuk mit hatnánk másból is. És mit gondolsz, kinyitod a vegitát? Aha. Itt az, hogy megvan, ami kell, akkor mehetnénk másra, mint a légy a másra. Hát eddig semmi. Egy. Kinyitottuk, ez az, köszönjük. Ez nem az. De az. Nem az. Nem az. Várjál! Nem az, nem nyitotta ki a kezét! Nyitott kézzel kell lennie, hogy dob! Az meg de beégtünk! De beégtünk! Ez beég, és ez nem az! Ultra beállításokkal? Hát mi X-tel játszottunk, nekünk mi van X-tel játszunk, nem tudom, hogy az milyen látvány, de nekünk jó! A teljes! Nekünk én nem látom annyira rossznak. Kétszer ugyanaz, ez nem az úgy, igaz? Mondják, hogy ez nem az. Az, és kétszer ugyanaz.
Legalább legendás, nem? El is ment a kedve. És basszák meg! De új vagy megvan, megvolt már. De beégtünk, Balázs, ezek nem is azon. Rating függőek hibáznak, nehezebb lőni. Ez minden, ha? És Ronaldo és Messi? Átérzed az erőt velük. Mennyivel jobb? 6. már ingyenes nyitás van. Elment a kedvem. Igen, a régebbi. Azt gondoltam, hogy az új, de nem. És egyébként Martin, te mit támogatsz a FIFA-ba, az Ultimate Team-et? Vagy az alapjátékot. Vagy az alapjátékot, hogy mondjuk átviszed a bajnokságot, meg ilyesmi. Hogy valakivel, mi egyértelműen, hogy mondom, még egyszer a VS. Nekünk a játék a jó, VS. Mondjuk United Paris a Krisztóval játszunk le. Vagy Juventus izé, vagy Milan, ahogy hívják ellen, Inter ellen. Értitek, nekünk ez volt a FIFA mindig is. Fekete pénteke? Micsoda? Mindjárt lesz tényleg fekete péntek, lehet, hogy akkor leározzák a FIFA-t. Akkor mi a fasznak hítsuk el mi ezeket el? A vegitár. Megint egyébként ebből nyitni? Há, legendás erő. De nem az, hogy hol vannak a legendesek? Akkor ő úrhan... az Ultimate Team-et támogatja. Hát akkor mi pont ellentétesek vagyunk, de egyébként ha mi játszanánk a FIFA-val, mi is játszanánk az Ultimate Team-mel, mondjuk így live formájában. Köszönjük a VS jobb. Köszönjük a követést! Igen, Matis SSBB-nek. Nekünk ugye mindig az a lényeg, hogy egymás ellen, az a nekünk nagyon jó. És ugye eFootballal játszunk, az például átjön, de még mindig az volt, hogy várni kell. Még de ha megdob valaki egy FIFA 22-vel, nem mondom azt, hogy nem. Értitek? Ha már mindegy, mi előttük. Akkor többit majd gyűjtjük tovább. Kodis, nagy innen mit tettünk semmi. Itt van egy ingyen nyitás, hátha. Hát ne hátha már, mert már... Egy hajó ment el. Hát ez már nevetséges. Jó idején nem nyitunk semmit, na! Van egy vadosz! Hát a vadosz lehet, hogy elég. A support! Ultra Ösztön Goku? Melyikbe a... Mester Ultra Ösztön. Mester, hú, az nagyra lenne. Ha majdnem egy évfordulós, hogy kinyitottuk a simát. Semmi. Ez jó, ingyenes. Lehet, hogy lesz benne egy nagy. Még egyszer, fifutat, hogy 80 euró? Az mennyi is? 80 euró, hát ugye... 100 dollár, hát hogy, 20 valamennyi, 24? De PC is az olcsó. A PC is ez kicsit olcsóbb, mint a konzolos. Mindig ez van, de egyébként még mindene már. Nem nyitásokkor. Ennyi Balázs, akkor PvP, ugye? Semmi esély már, 500? Még egy 500-as van. Na. Na mennyi a... Hát, ha utol jár a segély. Elég. Nagyon fáj. Ó! Majdnem 30 ezer, hát akkor nagyon drága. Akkor bocs, jöttem. Hát de nem 24 a PS verzió? Hát amikor nézted az árat, hogy 25 az Xboxos. Akkor még se annyi. Hát vele, Martin, hát... Martin, veled játszottunk már valaha? Mondjuk a... PC is volt, aha. Mondjuk amikor nekünk volt a FIFA még tavaly előtt. Nem játszottunk véletlenül? Nem konzolos, hanem PC is. Hát de ugye az a helyzet, Martin, hogy... Mi nem költünk félmillió pontokra, amikor FIFA-ztunk. Sajnos. De tényleg, így láttam én is, hogy például tényleg nagyon sokat költenek az ilyenekre. Hát a nyitás miatt, és ugye ott nézik. Meg ugye a tavval építik fel nagyon a csapatot. Nagyon szemét ez a játék, igen.
Nem baj, legalább nyitottunk. Ez is jó. Megnézem, kaptunk ajándékot. Mit? Mi? Nem játszottunk még? Hú, de jót játszanánk. Majd az eFootball-be játszunk. Nem akarsz azzal játszani? Ingyenes. Azért érted. Mikor lehet, hogy játszik mindenki? Térre, azért összegyújjában. Hagyj már meg majd a PC-re a PES-t. Aha, csak nem foglal sokat. Nem foglal annyit, majd játszunk egyet. Ajándék van kettőtik, vagy egy, az nem nézem ott nem. Ó, oh, kettő veszed, de a limit halt. Az egyiket tudtad elfogadni, ez mi? Arrébb. Egy ilyen ticket. Mi se az éve, apni. Akkor várunk rá. Jó lehetne legalább basztal játszani. A FIFA-ban nincs, hogy mindenki játszott mindenki? Hát nem értem, igazi volt, de a FIFA-nak is a nagy durva, de ugye akkor ők is elvesztenék azt. Miért? Ja, a FIFA szerintem nagyon megy a konzolon, mindig is azra ment valamiért. Az annyira be van járatva, hogy... Vegyünk csak... tiketet a shopba? Játszanak, és ugye most a PC-sek viszont panaszkodtak, hogy nem lett új generációs. Neked ja, ez kicsit nem hátrány, egyébként, Martin. Nem kapott Hyper Motion-t. Egyszer csak a ricsike, ha enged engem játszani. De egyébként, ha veszel ott valamit, akkor az milyen tiketek? Ricsi! Na! Milyen tiketek azok Ricsi, valami? Ne baszogass, nem tudom, meg akarom nézni, de egyszerűen Ricsitől nem tudom. SP tigettek, vegitanyításhoz, jó lesz. Balázs, nem tudod moderálni a Ricsit? Dehogy nem. Nem. Fogd már, meg! Nem tud hát azt rángatja! Nem is le! Ne, hagyd úgy! De ezt így csinálja. Balázs, kaparódzik, hagyja. Akkor lökje fel, lesz nem halom. Fogja lelökni. Vettem. Akkor lehet elnyitni. Át kell előbb venni? Nem. Alapból elnyitjuk? Ja, ilyet? Egy? Egy darabot vették? Annyit lehetett? Egy darab ticket? Lesz troll vagy, Ricsi. Engedj. Hát, ha. Pörgesd meg és dobd el. Sokáig tartod? Nem ér semmi. Honnan tudom? Egy darab? És garantált SP mindig? Még venni? Jó. Ennyi, legyen a PvP. Nem tudunk mit csinálni. Nem nyitottuk ki, de nem baj. És fontos kérdés, Martin. Billentyűzet, egér? A kontroller. Vagy kontrollerrel játszod a focis játékot? Ja. Hát én is így vagyok vele, hogy ugye most a új generációs FIFA 22 miben más a simától, amit ugye valaki mondjuk PS4-en játszik, ami ugye most olyan, mint a PC, csak szebb, meg ugye lehet, hogy van benne pár új dolog, de az arány, hogy mennyiben különbözik, az nagyon elenyésző. A lényeg úgyis magán a játékmenetem van, abban meg annyit nem változott. Elvileg. Például aki streameri a FIFA 22-t, át lehetne verni a rendszert úgy, hogy az FIFA 21. Még egyszer se használtuk. Controller!
Mi anno régen még a FIFA 07-et, meg a 8-at úgy játszottuk, hogy Balázs volt a billentyűvel, én pedig kontrollerrel, én soha nem tudtam billentyűvel játszani. Mégis nyernő. Balázs, ez melyik csapat? Nem, nincs más most. Gyerek vannak. Csapatot nem csináltunk. Hát, hogy kellett volna. És milyen kontrollered van? Olyan, ami mondjuk Xboxos? Vagy olyan, ami hasonlít az Xboxra? Vagy egy különleges PC kontroller, vagy egy sima mezei? Ő, hogy hívják, Evolver Controller. Az a melyik, ami volt a Valve-nak? Hát figyelj, Ákos! Kaptak most a BL, a Párizs kapott pofont a BL-be, szerintem nem mondom azt, hogy nincs esélyük, de lehet, hogy most a City-re fogadnék, hogy ők nyernek a BL-t, viszont... Hát a City-től kikap? A Párizs most megverte a City-t, ugye igaz? Tehát a Guardiola technika nem mindig jön be. Ha még egyszer raffinatoskodol vele, Bricsi, hogy ott kezdene vakarolnia, megfoglak, hogy kidoblak az ablakon, és mehetsz télen. Kis zsákkal a hátadon. Hogy mi? Ő tudja, hé. Hát de ugye az a trió dolog, hogy Messi, Mbappé, meg ugye a Neymar. Lehet, hogy meg felébred. Lehet, hogy felébred, mert például előző meccsen ugye látszott, hogy a Messi ugye szépen rácsavarta, de még lényegében megint még például Anelka. Nem tudom, ki ismeri ezt a futballistát régen, ugye aktív volt. A lényeg az, hogy ő azt mondja, hogy Messinek el kell fogadni, és Mbappének ugye alá feküdnie magyarán mondva. Jó, de nagy farka van, nem búg ez? Nem, ilyen nagy. Én nem fogadnám el a helyébe, de ugye nem mi vagyunk. Olyan Messinek passzolnia kell Mbappének, és ugye nem arra kell törekedni, hogy Messi lőjön gólt. De például előző meccsen meg lát, a BL meccsen meg, hogy még passzolt is. Milyen szépen lepasszolt. Szerintem nagyon látszik, hogy Mbappé ott, hogy bizonyítani akarta a közönségre, hogy ez nem így van, nem ennyire önző. Mert ugye Neymaros eset. Igen, hogy ilyen Neymart lenézte, nem passzol, mit is volt? Nem volt, nem önző. De ugye ez, ki mit tippel? Én ezt nem tudom azt legyőzni, még ezt is kivéli majd. Xbox controller, még 3 vagy 4 éve vettem 2-t. Nem volt olcsó sajnos. Hát se az a baj, tudjuk, hogy... Valóban, hogy nem, tényleg a controllerekkel, azokkal is elszállt az ár egyébként. Ez vitathatatlan. Ó, most nem tudom, ugye... Annó emlékszek, ugye a... Xbox 360-hoz az a kontroller, meg ahogy az is hoz, volt nekünk ilyen, ami PTV-vel varázsoltak. Itt az a valami, micsoda? Ez a fehér. Ez a fehér, az mai napig a legjobb volt, de mindegy, az is ahhoz képest az annó, hát ahhoz képest az jobb árba volt, mint mostanában. Hát igen, a Bayern München is esélyes. Az volt, a németek közül mindig a Bayern München lesz. De a Bayern München is befuthat valamiben mindig. Ezzel a múltkor is befutott. Hát most a Zenitnek mennyit vágott? 5-öt. No. De ez nem olyan. Nagy klub. Vagy 6-ot? Mindig jön ez a Gogeta, megvéd. Esélyem sincs sajnos. Te meg ez védi meg. Atlético Madrid egyébként egész erős, nem? Ugye bár a Milán meccsen, ugye a Milán kikapott, de szerintem egy döntetlen jobb lett volna. De ugye nem sajnálom a győzelmet. Ez a Cristiano Gohannal akar nyerni. Azzal akartam. Az a baj, nekünk az a helyzet, baszki, hogy nekünk nincs meg a új hősök, hát konkrétan nem jutottunk semmi újat. A vadosszok kéne, hogy felfedeznél. Nari, megnyomtam! Hát, legendás biznis.
Ezek már nagyon erős dolog. Hát én nem tudom, meddig lesz PvP, ez hogy hamarabb megyünk, ha úgy lesz. Hát ha nincs ellenfelünk, akkor megyünk hamarabb. Hát ez nem se. A pár is gyenge volt? De akkor a City miért nem tudott nyerni? Az a baj, hogy a Guardiola egyszerűen nem akarja elfogadni, hogy ami a Premier League-ben működik, a beszokott csapatok ellen, hogy ugye ez a csatár nélküli játék, és ugye támadók váltogatják egymás helyeit, hárman ott elől, az valamiért a BL-ben nem működik, és a Guardiola nem akarja ezt belátni, és úgy gondolja, hogy ez csak véletlenül alakult így. A Chelsea ellen csak véletlenül alakult így. Mi annyira magabiztos, hogy ez jó? Például a meccs embere itt a Cityben állam a Grealish volt, mert ő volt igazából itt, aki sokat mozgott a helyén, és igazából rá is épült az egész támadás, de ő biztos, hogy nem középen volt, ahogy ki volt írva. Ki? Az a Grealish. Ő vele olyan hamis 9-est játszik a Guardiola, mint annak idején a Messivel, csak a másik oldalon. De ez nem fog összejönni, mert ez a Grealish nem tud annyit, mint a Messi a saját. Elég már, baszd meg, na! Balázs, hadd de nem arra, nem arra mondom! Melyik, kivel játszottunk előbb? Hát nem nézted meg! Ki, mi volt a neved, Bron 1? Ugye gyorsan válasz idő. Oké, okay, vagy get... No. Vagy a P2 win. Hát, ha legyen addig például idő. No, RR, oké okay volt. Ó, oh, kösz. Ne tolkodjál, Ricsi, mert neked van igazad. Hát ugye tudod, ez viszont a meccshez tartozik, a szerencse is kell hozzá, és ugye hiába jobb az egyik csapat, egyszerűen nem tudják belőni. Be. És ezt Balázsra szeretnéd játszani, vagy velem? Ha lemaradtál az adásról, itt bepótolhatod. És streamet. Balázsjal, oké. Okay. Hát várjuk az illetőt, lehet lassabban tölti be. Lehet. Esetleg a másik illető. Üldök kettőt, aha, az legjobb. Akkor játsz akkor a imoddal, vagy a visszavágott pont vele. Másik illetővel. Igen, minden tiszta. Á, itt van. Neki van egy új toppója, meg a Kaliplakél is meg van neki. Mit jelent az ARQ 2022? Hát, gyilkos osztagnak a rendező. De úgyse lesz abból semmi, nem fog rá abból gyilkos osztagnak. Az öngyilkos játsszák el csak. Amiben még a Snydernek a keze is benne volt? Az? Uh-huh. Mert az új az nem jött össze? Nem, ez egyszerűen ez nem jönnek össze ilyenek. Ja, most lesz a Rocky-nak is a rendezői változata, láttátok az előzetesét? A Rocky 4. Nem tudom, az a film eléggé jó volt, simába is. Nem tudom, hogy ezt miért kell bolygatni, de ugye mi kíváncsiak vagyunk rá. Az extra jelenetekért már még inkább. Bár az ugye tény, hogy ott a Stallone úgy ki van dolgozva egyébként. A teste, az a szálkás izom, ott nagyon mi tud. Mi van? Nem, csak ugye ott tudjuk, mérni kéne a Rocky filmeket, ugye az 1-2-ben volt a legnagyobb, akkor így olyan nehéz fiúnak látszódott, inkább a Henry Cavill. A harmadikban már érződött, hogy kezd öregedni és szálkásodik.
a 4-ben meg annyira az a megtartotta a régiből is, meg a 3-ból is, és egybe gyújta, és így a tökéletes teste kialakul. Égettelen. Ne négy, ez elég a bár. Hát nem, ez nem vicces, hogy azért ne szokjon erre a Richard. Mondtam, megfogja magát karácsonyra. Karácsonyra kisfosőkarics. És várod? Hát ugye azt mondják, hogy elvileg a Rocky 4 így véresebb lesz még inkább. Pedig a sima film is eléggé véres volt. A Rocky mindig is véres volt, nem is értem, hogy mit gondolnak. Sőt, hogy ilyen reklám ott a filmben is, hogy ilyen nagy ütéseket kapott be. Eléggé. Brutalitás mindig volt benne, de most azt mondják, hogy még több. Mire gondolhatnak? Nem inkább arról, hogy hogy jutott el a meccshez, ilyesmi? Meg hogy tényleg kell-e bosszút állni, de az a baj, hogy a filmben ott ilyen könnyen elrendezték, hogy ugye mindenki átérezte, hogy ezt meg kell tenni, de lehet, hogy most ez el lesz nyújtva. Az ne legyen, hogy konkrét jelenetek változnak meg az újravágás miatt. Az nem lenne jó. A Snyder változatnál így az igazság vigájában ez megtörtént, de ezek mind jó hatásúak lettek. No, Dezső, küldj egyet. Az a érté? Ez jól fog. Iratkozz fel YouTube csatornánkra. Próbáld még elérni a másikat, aztán ha nem, akkor játssz a másik életével, aki kért visszavágó. Új csatát csinál, vagy jó csapatot csinált? Miért? Balázs. Nem jó a mostani? Nem, azt csak azért csinálom. Iratkozz fel YouTube csatornánkra, rendszeresen frissülő tartalom a filmektől az animéken. Miért? De most filmek nem hiszem, hogy lesznek megint. Nagyon bebukta, abba hagyjuk a... Nem, egyébként majd én már... Viadal most nem tudjátok, hogy mi lesz ennek a vége. Micsoda? Meg az egésznek. Sajnos mi... Visszavonunk. Hova? Visszavonunk! Ja, idom kell, bocs. Micsoda? Ja. Visszavágó, Balázs vagy Dezső. Ketten lehetnek, meg a illető, aki nem tud elfogadni. Imodak. Persze, itt van még. Megadták neki, amiért perelte a Marvelt? Vagy a Disneyt? De miért? Mondom én, hogy tökéletes volt a teste. Látszott is rajta. Hát nagyon oda tette magát, az biztos. Hát de most erre mit mondjuk, filmér. De ugye, ott látszódott. Hát látszódott, hogy igazi, tudod, ezek a boxmeccsek valamiért sokkal jobbak, mint mondjuk a Creed-be volt, ugye két Creed filmünk van, de egyik se volt még, egyetlen egy lendület se olyan, vagy egy jelenet, ami megidézte volna a régi Rocky-t, ami hihetetlen. Én nem tudom, hogy mit csinálnak, pedig a Stallone ugyanúgy ott van a filmekbe, de most ilyen tanárt játszott, valamiért nem várja el azokat lehet. Túl modernné akarják tenni a boxot, hogy élethűbb legyen, mert olyan nagy meccsek nincsenek, amit a Rocky vívott. De pont ezzel veszett ki a hangulat, valamiért. Meg a zenék se olyanok. Én nem tudom, hogy mit csinálnak ott. Nem tudom, hogy lesz-e Creed 3 valamikor. Tudom, hogy miért, Dezső. Hát mi is beszélgettünk róla annó, és mi még pont frissen láttuk azt a filmjét annó, amikor ugye leadta a tévé,
Azért, mert ő abban a filmben tudott visszatérni. Ha az a film nem sikerült volna neki, akkor ő lepukkant színészé vált volna. Mert ugye ő kegyvesztett le. Dani Junior, tudod, a Durdur és Csókot tartja a legjobb szerepének. A legfontosabbnak? Mert nem látod a igen, videót róla? Tényleg, hanem szerintem azt fel is hoztuk témába, jól tudom. Nézzetek vele abba a videóba, de szerintem felhoztuk. Az miatt a film miatt kapta meg a Vasember szerep. Ami ugye világ sikert aratott neki. Ha ott elbukik mondjuk a filmnek rossz a fogadtatása. Hát ugye ő jó színész volt addig is, csak ugye lepukkant. A hírnév miatt lepukkant, drogügyei voltak, ital, minden volt vele. És ugye ha nem sikerül neki a valamilyen rábeszélésre, hogy fogadja el azt a szerepet, ezt a 2005-ös filmet, amivel ugye szinte saját magát játszotta így a karakterét, hogy adja hozzá, hogy ilyen vicces, meg hogy ő tényleg lehet jó pofizni vele, meg hogy tényleg hangot tudott teremteni, akkor nem kapta volna meg a Vasember szerepet se. Pedig azelőtt volt az a 2003-as Gótika is, ott azt hiszem egy ilyen gonosz karaktert játszott, de azt se hozta meg neki, hogy hú, megint szeretik. Az a vicces film lett neki a jó. Ami lényegében kicsit ilyen Tony Starkos is. A sima átlag karaktere. Amikor ugye nem Vasember. Hát igen, nem csak a boxról szólnak a Rocky filmek, de ugye én magával a box életére sem vagyok elégedett a Creedbe. Egyik részébe sem, mert olyan, amit egy sima boxmeccs lenne, és ugye egy kicsit felpörög a végére, de semmi. Valamiért nem tűnik izgalmasnak maga a meccs, a zenehiány is rossz, a karakter, a harci tervezettség is rossz, mert ugye egy sima boxmeccset látunk valamiért, az ütések nem elég nagyok, nem olyan ádász, nem látom hősiesnek. És még a Rockynak egyetlen egy jelenete is érdekes, addig a Creedben nem, és ő is meg akarja adni a karakter drámát, hogy ő hogy jut oda, meg hogy milyen veszteségeket él meg, ugye? Jó, ezt felveszem. Csak nekem az nem tetszik, hogy például egészen más a körítés is. Okay. A Creedben mindig ilyen a legjobb cuccokat látjuk rajta, biztos a film miatt, hogy reklámozza őket. Ezzel szemben a Rocky átlagosan öltözködött. Hát konkrétan ilyen mackókban meg ilyenekben volt. Mielőtt még nem futott be. A Creed pedig még ott tart, hogy nem fut be. Most volt egy nagy győzelme, nem tudom, hogy lehet, hogy most lesz majd gazdag mondjuk a harmadik részre. De ő már az elején jó cuccokban van, és ez idegesítő. Hiteltelen az egész nekem. A Rocky mindig gatyában volt, ebben a szakadt ruhában volt. Például miért nem lehetett őt szegénynek tenni? Miért kell neki ilyen korán barátni? Ugye a Rockyról azért, a Rockynál azért működött ez, mert ő egyébként öregebb volt ahhoz képest. Nem volt ő ilyen fiatal pont, mint a Creed. Ő már egy befutott boxoló volt, csak soha nem kapta meg a sikert. Jön Zanget, utána pedig akkor jöjjön, aki visszavágott szeretett volna, nem tudom, mi is volt a neve, majd ír. Burn, valami gogetás képe volt. És közben lesz majd elmentjük. Miért kellene neked a... Nem. Ez érdekes. Ez a stílus kell a nem. Felvételekné, Balázs, nem. Nem, de érdekes, mi? Nem, egyébként észrevettétek, hogy tönkre mentünk. Törpéletesen tönkre ment a minden. Azt mondod, csak azért nem lehet? Az nem jó. Nekem ez így nem jó.
Szerintem másnak se. Ezért nem hoznak annyit a filmet. Hát épp az az, hogy ugye... Az a baj, túl jó, ha mondjuk megállítod egy jelenetét a Creed 1-2-nek, akkor a színész a legjobb ruhákban van, a legjobb sportos ruhák, a cipő, a felszerelése, maga, hogy ilyen annyira, ilyen ápolt. Hát de várj, ez nem jó. Azt, hogy jó módú meggazdag, az a neveltetésében volt, de ő ott hagyta az egészet, épp azért. Ez hiába, ugye, nem tudom, hogy az apja ugye mennyire pénzelte így. Nem a fia, de tudod, a feleséget. A házasságon kívül is született a gyerek. A házasságon kívül gyerek, ugye az a... Creednek a felesége ugye neveltette. Igen, de a neveli a Creednek a felesége. De nem, az épp azért úgy hagyta ott a családot konkrétan, és úgy ment a Rockyhoz, hogy akkor edzek, hogy ő is tapasztalja meg azt az egész dolgot. És mégse lett, mégse változtatta meg. És nem érzed át. Ha már így van, hogy ő megtapasztalta a gazdagságot, tudja milyen, akkor cserélje rá az egész ruhatárát, ne akarjon ottokba járni. Ha már ő tényleg utcai bunyós akar lenni, de ezt nem kaptuk meg. És ugye én újra tervezném az egész meccset, nekem ez így nem jó. Lejátszuk egy boxmérkőzést, amit a sima sport közvetítéseken is megkaphat a néző. Nem, hogy van realisztikus. Nem akarják úgy elverni. Mondjuk ki nyíltan, a Stallone és Durva Bunyó jobban tetszik. A régiek. Ezt nem lehet. De még ha nem is kaphatjuk meg azt, akkor miért nem lehet jó nagy ívű zenéket csinálni? Annyira rámentek arra, hogy ugye az történt meg, amitől szerintem féltek is, és igaz lett, hogy most a fő karakter egy afroamerikaira van szabva, és ő nem tudta azt elkerülni, hogy ne vigye bele a rappet. Ez meg hülyeség. Igen, meg az a, hogy nő is énekel. Ah, hogy énekel, ne. Attól meg milyen kultúrából jött, akkor ugye a box az mindenhol ugyanannak kell lennie, nem? De most ő mégis különbséget tesz. Már ez nem jó. És mit a Gagyi, hogy jött a gyerek. Jó, az is saját elrontotta az egész. A Gagyi valami háromba jött a gyerek, azt elkezdett énekelni, lett lenni. Kikapcsolod a tévét is, hogy nem, meg mondjuk családdal néznéd azt a filmet. Zavarba kerülsz, ez eszembe a Gagyi Mami 1-2, az a vitrőcot, meg pedig az is a feka meg a poénok. Az, hogy a új generációs, mondjuk afroamerikai színészek, azok egyből a rappet akarják belevinni, meg ezt a tinis éneklést, ami minek. Hihetetlen. Hát a karatekölyök vagy a Creed a jobb? Szerintem a karatekölyök egy jobb. Sokkal jobb. De ott is van tíniskedés bőven. Ott is van, ott meg ugye a kínaiakat reklámozták már akkor, hogy ők mennyire fejlettebbek voltak. Ti nem kapcsolgattok amcsiba, hogy a meleg vizet kapcsolt be, várj 20 percet, zajnoz le, kapcsolt ki. Mit spórolsz? Ezzel szemben ez azt meg mindig van meleg víz. Csak ugye az a baj, hogy ott meg azt akarták éreztetni, hogy mennyivel jobb kínai életet élni. Még mondjuk hétköznapinak is. De a maga a körítés, hogy a gyerekből hogy várt ugye verekedős, az jó. Például ott is a zenék nagyon jók, pedig ott is van rap. De ott ugye megkaptuk a kínai vonal irányt, hogy ugye a Jackie Chan azért átadta. Meg a zenék is tele vannak kínai zenékkel, ami jó. Azt mondom én is, igen. A fekete párdut se tudta elkerülni, hogy ne legyen gettós. Nem is gettós, mert ez nem az, hanem ez a rap. Hát de épp... Hogy ő képviseli. Várj. Érdekes módon, amikor... Ne legyünk South Parkból, az a megkipoinkodott. Nagyon jó ez a film. Nagyon jó ez a film, rá kéne mondani, de nem az. Én tudom, mire van a tini is tudom, vonal. Hogy mire van szóval, csak akkor legyen egy kicsit más a Creed. Például nem minden egyes pillanatra tűnjön az, hogy ő egy afroamerikai, és ugye ő rappes. Ha mondjuk zenéről van szó, akkor vagy funkit szeret, vagy rappet. Érdekes, Apollós, azt amikor elment, amikor elment a Rocky a Bocsiakhozó edzeni, hogy őt megtiltotta neki. Igen, ott is volt gettó, az miért volt jó? Ott is kaptuk a gettót, és nem volt olyan érzésed. Volt, de az százszor hitelesebb volt, mint a mostani. Valamiért nem működik. Gyere addig, Dezső! Egyszerűen úgy érezzük, hogy a Creed nem elég piszkos. Így pedig nem tud hitelesen utcai bunyóst átadni. Öntsék le egy vödör vízzel, ami szó szerint szaros, és akkor jó lesz. De ezt nem merik megtenni vele. Ezt nem konkrétan érti a Chris. De nem, így kellene. De tudom, mire gondolsz, legyen kicsit mocskosabb. Igen, szakadjon meg a ruhája, ne legyen már annyira ápolt.
Hogy higgyem el, hogy ő a bunyóra akarja feltenni az életét, amikor inkább úgy tűnik, hogy mire te kijössz a házból, te már addig ugye leápoltad magad, ide-oda bekrémezted a legjobb ruhába vagy. Ezt így nem lehet elhinni. Hát nézzétek meg a Rockyt, hogy milyen ruhába edzett, amikor készült a meccsekre. És ugye, amikor már gazdag lett, rámondták, hogy el volt puhulva, és ez nem is volt jó. Amikor például a Apollót bosszulta meg, akkor megint visszatért az első részhez. Nem kellett neki jó cuccok. Egy faházba edzett. De le van a lobbim! Akkor töröld le Balázs a izéket, a... mit is? A barátokat. Addig. Lefordíts ki, Tobi! Hát legyen piszkosabb. De akkor van, szóval egy szokás, tudod, legyen piszkosabb a fél. Igen. De az a baj, hogy igazad van, például ettől is félnek, hogy nehogy kár érje, hogy afroamerikai színészre kényszerítetek ilyen szerepe. Már biztos ezért félnek a rendezők. Nem ismerik bolygatni. Nem tud elfogadni, akkor töröljük a barátlistát. Igen, nem is lehet már olyat egyébként. 32 lett. Marvel kapitányt játszó nő. Ahogy is hívják, Brie Larson. Nem tudom, hogy neki szánnak még valamilyen szerepet egyébként a karakterén? Nem, a kapitánynak, biztos. Ja, már kéne egy új film. Mikor jön? Jöhetne. De egyébként így nézve a magával a Rocky karakterrel is bajunk van. Az a Creed 1-2-be. Ő se tudja már azt nyújtani, amit régen. Ő is változott. A maga a Stallone is ilyen finomabb, inkább egy ilyen sokat megért, hát nem is olyan sokat megért, hanem ilyen belefáradt apukát, ilyen játszik, vagy papá. Hát ő se tudja azt hozni, mint régen. Igen, már csak egy mester lett. Jedi mester. Jedi mester. De érdekes módon maga tanításban nem látunk semmit. Ami megint hülyeség, ugye? Miért nem lehet elvárni, hogy valamit beszéljen? Hogy kell valamit ütni, vagy ilyesmi? Egyébként jól termeltek bevételbe a filmet? Szerintem jó. Ez ahhoz képest igen, de hozhattak volna többet is. Én legalább kinyírtam. Mire gondolsz? King Shark azt ki is jel valamilyen feleség? Szápás, nem? Te vagy szápás? Az, hogy még nem láttuk az új öngyilkos osztagot. De majd kíváncsiak vagyunk rá, hogy milyen. Jó meccs volt, Balázs. Maradt még ellenfelünk? Még egy dezső. Stallone volt a cápa, melyik? Nem. Biztos valami ellenség, nem? Ha még van egy Dezső, nem? Uh-huh. Ő biztos veled akar játszani. Most tehelyet kap. Hát én kinyír, engem kinyír. Hát
Sajnos, ez az utolsó többen, és nem fogadunk, és megyünk. Ez van, végeztünk a rajokkal. Ráébredtünk rá. Mit csinálják most? Elküldte a jelölés? Mhm. Jó, hogy akkor várni kell? Tudja még egyet. De Tobi, most ez a gonosz cápa, vagy a fő cápa? Ugyan meleg van. Nagyon meleg van, nem is kellene ennyire melegnek lennie, de mindegy. Valamilyen betöltést láttam, de aztán hirtelen elment. Megengedjek, tudjének, invit friend, legyő. Szívesen. Szívesen Burn 1. Hát nem tudom, Dezső, hogy tudunk-e veled játszani, mert mire betölt téged. Hát, tudunk. Lehet, hogy legyőzöl egyből. Ez a csapat jó. Te tudod, melyik kereszel? Ez milyen? Hát nem, ez nem az. Az se. Az még használható. Ennyi. Ennyi. Hát ez se jó. Az is másra van. Használhatsz mi? Az a vagy külön csapatot nem csináltunk, csak a nyitásra gondoltunk. Van ez így. Úgyis elversz. Jó lesz így fináléna. Van az úgy, hogy menti kell. Az első Creed 173 milliót, a második 204. Mi az az, hogy egy kisköltségvetésű film, de legyen tud hozni? Hát a Rocky is ilyenek voltak, és mekkorákat hoztak balán. Jaj, legyen szét, man. Jó. Hogy átmentünk ki egy Rocky témával is fel, nem? De ez mikor éreztünk, hogy meghaltak a lányok? Már rég. Igaziból már rég. Nagyon és ugye ez ugye ezzel nehéz tenni, de megpróbáljuk a lehetetlent és folytatni a dolgokat úgy, mint ami sem történt volna. Rocky 4-ből a Rocky 4, a Rockyból a Rocky 4 hoztak többet, 3-1 millió. Az akkoriban számoljuk át, milyen sok lehet. Az érdekes, hogy amikor ezt mondjuk, hogy tolkodjunk már egyet, hát de nem akkor vagyunk. Hát az a pénz most többet ér, ugye ugyanabban az életben nem? Érted, hogy abban az időszakban ugyanúgy annyi... Az amint mondjuk hozna 2 milliárdot. Aha. Tudod, de akkor többet költöttek a jobb ozira, nem? Hát de nem, mert például van az a példa is, hogy például még 20 dollárból egy kosaradtunk, kosárra jött ki az a boltból. Addig ma 20 dollárból, Amerikának is így van, hogy például egy semmi szintőre ilyen veszel egy idét, aztán ki addig jött haza tudod. Ott is ellevik ezt a poént. Mint nálunk szabták azt, hogy a körülbelül 300 forint volt a kenyér. Nem, vagy 5 forint volt a kenyér, vagy mennyi? Mindegy, a lényeg az valami poén, hogy a 300, nem, hogy 5 forint, és akkor apám fizetése 6000 volt, és 5 forint volt a kenyér. Az akkor most mennyit kéne keresni a hatagot, de az már más korszak volt megint. Kör itt a nyakát, te! Jé, most mit csináltad? Van Getszel? Sikerült játszanunk?
Nem tudom, hogy itt van-e még. Akkor lehet, hogy nem megyünk. Ért, hogy van egy csatornatag, ezt is megfelelően kérdezem. Annak vége. A YouTube-on működött? Nem tudom. Olyan mondjuk, hogy abba buktunk bele mindig, hogy azt hiszik, hogy mi egybe lehet tartani fan dolgokat, de ez nézd, nem lehet. Nem lehet. Egyszerűen aki animézik, az csak azt akart, én például még azt se jön össze, hogy bármilyen animés témát csinálunk, az úgy legyen, hogy jó legyen. Hanem belebuk. Nem csak ugye értitek, hogy csak a Dragon Ball GZ, ez úgy értjük, hogy hello közben Viktor, küldte jelölést. Illetve aki csatornatag jelez le. Csak ugye tényleg, hogy most is, hogy... De ő visszafogja magát, értem fel. Ja, ez egy ultrát, nem mit hagy. De nem számít, Viktor tag vagy-e? Mi a neved? Hát az a helyzet, bro, hogy otthon a YouTube-on történt változást, nekünk, hogy mióta live-olunk. A live-ot ugye abba kell mérni, hogy ugye most valljuk bőszintén, hogy mennyi átlag nézője van egy streamernek. És ha azt nézzük nekünk, az össze-vissza van. Hát ha. Ó, oh, voltál? Viktor, mi a neved? Nem tudom, a Dezső miért hagyta magát, de nyertünk. Akii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 i
Aha. A hitte nyertező beetetett. Majdnem nyertünk. Jó meccs volt. Goku Best a neve. Szoros volt, pedig simán nyertél. Vagy rossz volt az interneted? Ahogy mondod, Dezső, ha ott nem sikerül, vesztettél volna. Hoppá! Azért nem ezt mondták róla. Nem a Shang-Chi is bukott. Mondtam. Az is szét lehet szedni már az eredetesek alapján is. Miért nem akar rendesen kínai lenni ez a film, Ni? Egyszer, inkább másfajta kínaiak. Másfajta, az a fehér kínai. Ne! Kiszűrjek a szavakat, ne használj! Mi megbélyegetnek. Na miért? Tudom, hogy milyenek a nyugati kínai, jó? Amerikai kínai akar lenni. Egy igazi hiteles kínai. Ne legyél ilyen, izé, Krisztó. Evil vád Vegeta! Hát ez most tényleg, ha megadták a Scarletnek a Peace-t, akkor most adattunk 60 milliót neki, meg a film hozott ennyit, akkor... Soha többé nem lesz fekete özvegy is, de soha többet nem fog szerepelni Marvel filmben állni. Scarlet. Hát ő kapott 20-at a Marvel. Egy zsebre 60. 20-at meg 40-et, így lett neki 60. Uh-huh. A kis. Így. A karakterem már úgyis vége meghalt, úgyhogy mindegy. Most is szeretik majd a nétet. Innentől akkor most tönkretette így, hogy nem is lesznek majd olyan filmek, mostantól óvatosabb lesz a Disney. Ezért úgy döntöttek, hogy aki nézi most a Végtelen háborút, meg a hosszú álló filmeket, akkor a Scarlett jeleneteit így áttekeri. Mert miatta majd meg lesz szankciózva. Megbüntetik további filmeket.
Hát te már elköltöttük. János, ugye ki akartuk nyitni a vegitár, de nem sikerült. Csak azért volt jó Dezső? Garlettnek a feneke miatt? Hát az a baj, biztos nem mutatott annyit. Legalább jól nézett ki? Mindig csak nadrágban van, nem? De szörös bőrruhában. Nyegolik a útra ösztöneme! Jelenlövöm! Minden biztos vagyok benne, hogy ezt nyomja. Az anyja, Jirennek is annyi, majdnem Jigen mondtam. Egy Mortal Kombatnak felel meg, pedig nagyon szeretjük ezeket a filmtípusokat. Harcos. Jó, valaki egy kitálna, Mortal Kombatban egy kitálnás plakátra. Csinált valamit. Csinált valamit. Iradóban nem tudták rendesen elmondani. Egy nőre, úgy mondta. Köszönjük a megkérdezést. Ja igen, az tényleg, csak hogy tényleg jó elismerés. Ő azt mondaná, hogy nem igaz. Nem azért adta, nem azért, hogy tudott a film mégis szerezni 200 milliót, hogy ennyi. Igen, arra. Ne oda ment és... Öntötte ki a tejföl. Egy nagyon óriás posztel van Budapesten, valami üvegrejen ablak. Egy tükörszerű plakátra. A hírbe volt a tényekbe. És ugye a híradós nő úgy jelentette, hogy egy nőre. Hát nőt mondja, hát nő le, hogy... De... Azért volt a kabatba kitálna. Nem a testdublőrt ne használjanak, hát akkor minek? Itt van vajon Kóp? Óp. Itt vagy Óp? Vagy Óp. Ha nem, akkor ugye lelőjük és vége. A mostaniba. A tényekbe. Annyira érdeklítés, hogy milyen volt ez a poszter, mert rá is keres. A kitálna, szerintem a Mortal Kombat 9-ből. Vagy a 10-ből. A pont olyan 9. Minden esetre maszkot hordott. Róla mindenképpen a régi, nem a... aki ugye ázsiai kitálna, hanem az előző. Tehát akkor minimum a... Nem itt keresett a játékbolt volt. Hogy a mentőt... Hát tudjuk, hogy Kóp nincs itt. Óp, Krisztó, Óp. Küldök neki egy utolsót, hát ha itt van. Óp, itt vagy. Számoljunk 10-ig. Ha nem kapod meg, akkor sajnos jövő héten tudunk vele gyárt. Tetve. Köszönjük, akik itt vannak rendszeresen a live-okon. Hogyra megyünk. Hát lehet, hogy jó, mert a Kim Kardashian-é, mint a felfújt lenne már, nem? Azok ilyenek. Biztos olyan felfújt. Az övé meg ugye eredeti kerek. Hannak tudod, mi eredeti és mi nem. Hát biztos nem plastika. Vagy Photoshop. Check plastika, hol is volt ilyen? Egyszer egyébként valamikor valamiért kutatták, hogy ez hogy van. Jaj, seggem. Na csővel turkálnak a seg izébe, hogy beletegyik a párnak. Hát nincs itt OP. Hát OP, így jártál. Itt lett volna lehetőséget, ha jelzel is, így már nincs. Sajnos OP nem jelzett. Szomorú tény, Mr. Anderson! Hát... Nem, hogy is van, szomorú tény, Mr. De igaz? Na, akkor pont Balázs itt van a táblád. Leállkezetít és leállítás. Vagy az előbb a izét. A billentyűt. A farja. Valaki egyébként a szilikon szereti, hogy össze-vissza legyen abban valami, de... Nekünk a természetes jobb, de ugye a szilikon is jó. 3, 2, 1. Hoppá!
És visszajön. Hoppá! És visszajön. Állítottam le. Került? Na, hát akkor ennyi lett volna a DB Legends. Találkozunk a játékkal mindenképpen legközelebb, lehet, hogy akkor jövő héten nem. Hogy szüneteltetjük egy kicsit megint. Szóval függ. Ha igen, akkor mindenképpen ugye lesz szombaton. Na, de akkor holnap, ha minden igaz, akkor kipróbálunk egy új Xboxos játékot, amivel még pont tartozunk magunknak, meg nektek. Hogy legyen belőle valamilyen tartalom. Aztán lehet, hogy lesz egy YouTube-os live is. Még. Valamikor, de nem biztos. Ugye? Ugye egy... És ugye hétfőn nem tudom, hogy mi lesz. Lehet, hogy visszatérünk egy kicsit a... YouTube-ra? PS4-esre. És akkor ott live-olunk egész héten, Aci. Haladjunk. Ja, de Tobi, mindenképpen rálesünk, amit mondtál. Hogy milyen figuránk van. Remélem, hogy nem csaptak be minket. Biztos. De 99% hogy nem csaptak. Macskával, igen. Nem tudnak becsapni. Ezen a téren. Minket nem tudnak becsapni. De lehet, hogy beleütköztünk. De meglátjuk, hogy milyen. De akkor holnap ne feledjétek, kezdésünk este 7:30, maximum 8, hogy milyen Xboxos játék? Hát nem exkluzív szerintem, ugye? Szerintem se. Egy sima játék, de szerintem érdekes, hogy milyen. Hát ilyen fura. Lehet, hogy nem lesz egész estés, és belövünk rá még egy Outriders-t. Majd meglátjuk. Na de akkor holnap. Kezdésünk este 7:30, maximum 8. És ugye holnap jön az új Boruto rész, nagyon várjuk, hogy milyen lesz. Aki teti, tartson velünk, és jó volt a live, jó visszakat mindenki. Igen. És ugye szurkálja magát tükke. Ki? Hogy ne legyenek ráncosak. Ki? Valaki. Ja, igen. Botox. Ez hát ugye nem számít pasztikának. Az zsír, vagy mit nyomnak be? Ja. Valami ilyesmit. Milyen... Mindig ez a Messi, ilyen izé fejjel. Az a Messi, igen. Örökre az a Messi. Örökké. Tényleg megyünk. Jó éjszakát mindenkinek. Azt mondom, a párna vagy a szilikon. Szerintem a párna az jobb. Hát ugye ne a végeredményt kell nézni. De a természetes mindig jobb. De igaziból ő is megmondtak nem a nagy sekkel. Nem. Ők tévedésbe esznek, hanem amikor a nőnek a csípője kicsit az a beljebb van, így azt is jelent, mintha nagy lenne a segge, mert ugye ha egy műtött nőt lát, és ugye mondod, hogy jó segge van, igaziból, de igaziból a csípője van egy kicsit beljebb, és a segge úgy emelő, elnézés, hogy beszélek, de értitek, hogy nem azt mondtam, hogy a segg ilyen kerek legyen. Nem? Az volt a fókuszban még annól, ilyenekre te nem emlékszel? Hogy a, nem az, hanem a nőnek a csípője hogy van elhelyeződve. A lejtés vonala. Így a szemed, konkrétan az a szemátverés, ez is olyan. És azért gondolod azt, hogy meg akarod termékenyi. Még megy. Mondd ezt a amerikaiaknak, ők szeretik a legjobb. De az állítsd meg azt a nőt, és tegyél egy másik nőt, ezért áll így, és például fel van fújva a segge, és nem mutat jól. Gondolom a nak, vagy nagy szülik. Még egy Balázs, holnap folytatjuk a ilyen témákkal. És elfelejtettük benyomni a felvételt megint. De már nem megy. Avod, megy vissza. Hello. Avod, ott töltsük fel. Hát most mit tehet? Bassza! Hogy... Én ezt mondtam, Balázs, hát kapcsolt be. Meg megy. De már nem megy, hello. Hello.